Csak úgy, mint tavaly, idén is a 350 literes bográcsban rotyogott a gulyás, amelyet Szabó Ferenc nyugalmazott tűzoltó parancsnok adományozott a városnak. A jótékonysági főzés ötletgazdája és szervezője Bakacsi Pálné volt, aki megosztotta a televíziónkkal, hogy miért tartja szívügyének az ilyen és ehhez hasonló megmozdulásokat. Igazi vendéglátós vagyok, és én a makói népet legalább 70%-át személy szerint ismerem. Olyan jó dolog. Hát én kitaláltam azt is, hogy lögyön minden évben legkevesebb 100 gyerekem a gyerektáborba. Rászorult gyerekeknek csináltunk tábort, az 5. éve csináljuk. A makói pótnagymamák mellett most is a jó ügy mellé álltak a nyugdíjas klubok és az önkéntesek, valamint Kádár József önkormányzati képviselő és Farkas Éva Erzsébet polgármester. Húsvéthoz közeledve, a kereszténység legnagyobb ünnepéhez közeledve, kiemelt figyelmet fordítunk a rászoruló családokra, illetve a városunkban élő, nehezebb körülmények között élő polgártársainkra. Második alkalommal kerül valóban megszervezésre a nyugdíjas klubok vezetőivel, illetve csoportjaival, Bakacsiné Margó néninek a főszervezésével, itt a tűzoltó garázs mögötti területen. Ez a jótékonysági főzés, hogyha lehet így mondani. A város első embere és Kádár József önkormányzati képviselő az alapanyagok megvásárlásával járultak hozzá a jótékonysági főzéshez. Így több száz családot vendégeltek meg egy tál meleg étellel szombaton. Mi is polgármester asszonnyal tevékenyen részt vettünk, beálltunk az ételosztásba, és én osztottam az ételt, polgármester asszony pedig hordta a rászorultaknak az asztalhoz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jól sikerült, ez a mai alkalom is. Nagyon sokan vannak, és úgy látjuk, hogy oda kell figyelni ezekre az emberekre is, mert tényleg nagyon rászorultak. A bográcsos gulyást Verebes István és Bakacsi Tamás főzték. A szervezők remélik, hogy idén is sok rászoruló családnak tudtak kedveskedni a meleg étellel. Továbbá, mint megtudtuk, hamarosan, azaz május elején újra jótékonysági főzésre kerülhet sor a 350 literes bográcsban a Marosparton.